menjünk egy kört. Na, sziasztok, az én nevem Barni, srácok, illetve lányok. Beszélgessünk egy kicsit. Amint tudjátok, illetve láthattátok, az elmúlt 1-2 hétben nem az a produktum, nem azt a produktumot kapjátok tőlem, amit megszokhattatok. Ennek van egy oka, erről most nem szeretnék még beszélni, mert számomra se egy olyan dolog, amiről most is szívesen beszélnék, de a magánéletemben valami történt, és most ezzel tök mindegy, majd túl leszek rajta, meg kell vele birkózni. Lényegtelen, nem ez a lényeg. Annyit szeretnék mondani, hogyha mostanában esetleg van egy-kettő olyan nap, amikor nincsen videó, akkor annak szimpla okai vannak. Egy. Elkezdődött nekem újra az egyetem, és jövő héten már megyek vizsgázni, és utána meg kezdek bejárni az órákra, úgyhogy ez nagyon sok időt elvesz nekem a napjaimból. Kettő. Hogyha nekem nincsen jó kedvem, akkor általában nem tudok felvenni egy videót. Ezt is most azért veszem fel, mert viszonylag helyén van a fejem, és tudunk beszélgetni valamiről. Szóval én nem akarok olyan videókat kirakni, ami unalmas, ahol nincsen meg az a plusz a videóba, amitől ti tudtok mosolyogni, vagy valami. Remélem, ezt értitek. Én nem azért csinálom a videókat, hogy valakinek szarkedve legyen, hanem éppen az ellentétjét akarom elérni, hogy tudjatok egyet mosolyogni, röhögni, jó kedvetek legyen aznap. Közelítünk tényleg most már 100 000 felé, a 90 000 azt szerintem jövő héten már meg lesz. És én 100 000-re nagyon-nagyon sok mindent tervezek. Nagyon-nagyon sok mindent. De én itt most komoly dolgokról gondolok elsősorban, szóval nem egy livestreamre vagy valamire, hanem itt tényleg komoly dolgokat tervezek, egyelőre még csak a fejemben, félig meddig már a rendes életben is, de tényleg olyan dolgot akarok kihozni a 100 000-re, ami úgy gondolom, hogy egyrészt is megérdemlitek, meg egy olyan dolgot szeretnék, ami reprezentálja ezt az egész mindenséget, amit mi csinálunk összességében. Erről még nem akarok sok információt mondani. Tényleg, lehet, hogy kicsit nagy fába vágom a fejszémet. Nagyon sok tervezés van emögött, illetve gondolat, elképzelés, munka, idő. Lehet, tényleg nagy fába vágom a fejszémet, de mindenképpen meg akarom próbálni. Azt, hogyha nem sikerül, akkor az a saját gondom. De úgy gondolom, hogy vesztenivalom annyira nincsen sok. Valamennyi van vesztenivalom, de nem vészes az egész. Viszont, hogyha összejön, akkor nem tudom, akkor az majd a jövő zenéje, hogy akkor mi lesz. Mobilos játékok. Mobilos játékokat elkezdtem mostanában csinálni, ugyanis úgy gondolom, hogy egy kicsi változatosság így a csatornában nem árt, mert azért mégis más az, amikor a telefonon játszunk valamivel, és azokból az kevésbé is elterjedt, szóval nem sok ember gyárt ilyen videókat. Van, nem azt mondom, vannak mobilos játékokról videók, meg jó, hát azért vannak persze, de azért annyira nem elterjedt ez a műfaj, és úgy gondolom, hogy ez tök érdekes, hogy milyen játékokat lehet játszani mobilon. Például most utoljára ott volt a PewDiePie-nak a játéka, azt tökre szerettétek, azt tökre csíptétek, úgyhogy úgy voltam vele, hogy felveszek még egyet. Ugye nagyon sok játék videó van a csatornán, ez oké. De viszont ugye tudjátok, hogy elkezdtem kicsit terelni ezt az egészet egy kicsit más irányba már, és kicsit ilyen, hát hogyha nem is hatalmas nagy folyékony vlogokat, ahol mindent láthattok, de akarok olyan dolgokat belerakni még a csatornába, ahol mondjuk esetleg, hogyha egy napot Pesten töltök, akkor azt ti látjátok. Hogyha nem is minden részét, de látok belőle bőven dolgokat, amik érdekesek, fontosak, viccesek, stb. Szóval kicsit ki akarok szakadni ebből a leülünk, játszunk, vége a videónak stílusból, de ezt már úgyis szerintem egy 2-3 hónapja úgyis jó úton haladok, hogy ne csak ez legyen, és tényleg változatos tartalmat akarok nektek feltölteni. Mostanában nekem vannak problémáim, hogyha nem is problémák, de dolgaim, amiket csinálnom kell, és hogyha esetleg valamelyik nap nincsen videó, akkor az nem azt jelenti, hogy én kezdem unni ezt az egészet, félre ne értsétek, hanem egyszerűen vagy nincs rá kapacitásom fizikailag, mert sok más dologgal kell foglalkoznom, vagy pedig, egy sűni el volt ütve, vagy pedig nincs egyszerűen lelkileg kapacitásom rá, mert amit mondtam, most nekem a magánéletemben elég göröngyös az út, de minden helyre fog jönni, úgyhogy emiatt nem kell aggódni.
ezt majd egy külön videóban majd valamikor talán kifejtem, még nem tudom. Tudjátok, hogy nem nagyon szeretem összekeverni a kettő dolgot, a magánéletet a YouTube-bal. És mindegy, csak ennyit akartam, hogy értsétek meg, hogyha annyira most nem... Pillanat? Hogyha annyira most nem árasztalak el titeket, akkor ne haragudjatok emiatt. Mik váratok még a csatornán? Urbóval, illetve Ádámmal akarok egy GTA 5-ös videót a közeljövőben mindenképpen, mert azt folytatni kell azt a sorozatot, és remélem ti is nézitek most ezt a videót. Azt mindenképpen, mert az nagyon hiányolom úgy a csatornámra, az kell. Lesz még egy, ugye megcsináltam egyszer a reggeli rutinomat, berakok egy kártyát, azt megnézhetitek. Na, tanuló, beparkolsz. Azt megnézhetitek, hogyha szeretnétek. És... Sorry, csak közben nem akarok elbaszni senkit. Azt megnézhetitek, hogyha szeretnétek. És akarom ennek csinálni a folytatását, ami nem más, mint az esti rutin. Úgyhogy ez is várható. Illetve, hogy a livestreamek, mostanában a magyar YouTube-on a livestreamek nagyon aradnak ilyen feliratkozó számmal, szóval, ha valaki csinál egy livestreamet Magyarországon a YouTube-on, akkor ez most nem tudom miért, ez régen nagyon nem volt ilyen menő, de mostanában nagyon sok feliratkozót hozott egy embernek. És jó például Benny szinte majdnem minden nap live-ol, és úgy szedi a feliratkozókat, mint az állat. Az más kérdés, hogy ki milyen irányba terli a csatornáját, és az nincs is vele szólási jogom neki. Én annyira nem akarom ezt így elszabadulni az egész livestream a csatornámon. Kinek mi? Szóval Benny nép például tök jól néz ki. De úgy gondolom, hogy az én csatornámon ez annyira, hogy nem illen oda, hogy csak livestreamek vannak. Most például az Atlas 2 demóját 1300-on voltunk gyerekek. Szóval ilyen abszurd az nap, ami 800 feliratkozó jött egy nap alatt. És ilyenek okék, szóval hogyha van valami ismertebb játék, akkor ezek a dolgok teljesen rendben vannak, ami nem tudom, hogy közben itt hol körözök. De az ilyen dolgok teljesen rendben vannak, hogyha valami extrább játékot csinálgatunk livestreambe. De azt, hogy most minden nap streameljek, az azért azt szerintem egyrészt nektek is egy idő tanulmas lenne, másrészt meg azért nekem is eléggé fárasztó egy dolog, mert ez nem úgy megy, hogy az ember leül, aztán játszik, azért ott az elején azt meg kell tervezni, ki kell gondolni, hogy mit, mikor. Szóval nem azt mondom, hogy egy streamer is most egy hú, de rohadt nagy felzabáló, lesülyeztő, lefoglaló dolog. De azért ott mégis ott kell lenni a gép előtt és csinálni a műsort, úgyhogy Én nem azt mondom, hogy egy hetente egyszer szívesen streamelek, de az szerintem elég. Mi van még? Van-e még valami, amiről beszélni akartam, de szerintem nincsen. Egy nagyon fontos dolgot elfelejtettem. Srácok, itt van lányok. Vannak-e közületek olyanok, akik szeretik az autókat? Mondok, akik most sportautókra, kicsit ilyen elrugaszkodottabb autókra. Ha igen, és van rá igény, akkor először is dobjatok egy lájkot erre a videóra, és akkor én tudom, hogy ez köll. És akkor lehet intézek nektek egy autós videót, ami azért komoly autós videó. Hogyha szeretnétek, és van rá igény, mert én is nagyon csípem az ilyen autókat, meg sportautó, meg én is nézem, hogy álmodozok mindig, hogy milyen autó, ez de jó autó, meg az de jó autó. Van egy jó mondás egyébként, hogy nyújtózkodj a csillagokig, és érd el a felhőket, vagy valami ilyesmi, hogy reach out for the stars and reach the skies, vagy valami ilyesmi. És hogy én is inkább arról álmodozok, hogy egyszer milyen jó lenne majd egy ilyen autót vezetni. És a célom is az, hogy inkább belegondolok a legnagyobb kategóriás autóba, mondjuk egy Lambóba. És még hogyha csak egy BMW vagy egy Audi jut majd egyszer nekem, akkor azzal is tök boldog leszek. Szóval remélem, értitek ezt az egészet, motiválni mindig jó önmagatokat, ezt jegyezzétek meg. Nagyjából ennyi volt, srácok, egyébként. Mentünk egy kört, remélem tetszett ez a videó, ha tetszett, dobjatok rá egy lájkot. Kommentekben, ha van bármi, azt tudjátok jelezni, ott mindig sokszor elolvasom a kommenteket. Nagyon-nagyon sokszor elolvasom, mert hát az összes ötlet, nagyon sok ötlet onnan származik. Köszönöm szépen, megnéztétek ezt a videót, adjatok egy lájkot, és hogy még nem vagytok feliratkozva, akkor iratkozzatok fel. Ne hagyjátok, hogy megmondjam, hogy mit csináljátok igazából, de ezt minden videó végén elmondom. Köszönöm szépen nektek a figyelmet, sziasztok!
From start, you my bunny, I'm your clock. From now to eternity, I give you all my heart. We are meant to be, it's clear to see. My love is bigger than I thought.